és a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sok szeretettel, nagy erővel köszöntelek titeket. Ünneplésünkön színe változás egyik vasárnapja van, több alkalommal kerül elő az évbe. Legnagyobb erőt öltet Krisztus színeváltozásában, apostoloknak ajándékképpen adatik. Ezt kérem rátok, hogy így tudjunk együtt lenni ebben a mai napi esti szentmisénkben. Igazából aranyban vagy fehérben kéne tartani, de hát a bőjtre esett. Mai napi szentmisénket elhunyt Mária halálának első éves évfordulóján ajánljuk fel, felajánljuk még elhunyt Ambrus testvérünkért, beteg Ferenc testvérünk gyógyulásáért, elhunyt Dodó testvérünkért, aki meghalt Amerikában, elhunyt György püspökért, Gyuri papáért, mi hívtuk az egyházmegyébe magunk között papok, és a káplányaiért, hogy helyt tudjanak állni a bazilikában. Méltó módon tudjunk együtt ünnepelni, kérni az Istennek a jelenlétének a megnyilatkozását. Nézzünk önmagunkba, és mutassuk meg neki magunkat. A mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk Szent Fiadja Jézus Krisztusra. Táplálj minket Szent Igéddel, hogy megtisztult lélekkel örvendezve szemléljük majd a te dicsőségedet, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki. Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot. Menj Mória földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd megmutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta. Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne álts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőle. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatú fia helyett. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta, magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét. Utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem mindenkét áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki emel vádat Isten választotta jelen? Isten, aki megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk. Ez az Isten igéje. Köszönöm, hogy
Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. A ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre csak megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond. Annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit nem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el semminek, senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. Parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a halottak közül. Ez az Isten ígére. Páran tudjátok, hogy lelki gyakorlatról jövök, és hála Istennek kaptam elég sok ajándékot az Úrtól, majd mondok róla néhány szót, de hogy egyből ne engedetlenséggel kezdjem a működésemet. Főpásztor Erdő Péter kötelezően felolvasandó körlevelet ad nektek, mivel ő itt az Úr, vagy pontosabban a helytartó, és én is meg Herik, hogyha is az ő nevében cselekszek, tehát Erdő Péter nevében járok el minden egyes szentmisében. Ezért fogadjátok a körlevelet, én megkértem a Katit, hogy ő olvassa fel mindannyiunk számára. Kedves testvérek! A világi járvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagybőti tartós élelmiszergyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani. A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett, és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg, és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget. Idén újra meghirdetjük a nagybőti irgalmasság gyakorlásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat a rászorulók számára, és tegyék a templomban az arra kijelölt helyre. A világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a katolikus Karitász, mint az egyházunk hivatalos segélyszervezete, igyekezett segítő kezet nyújtani. A Karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok az idősek ajtaján, és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy, szeretetteljes összefogássá vált. Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit, remény, szeretet sorrendje megfordul. A szolgáló szeretettel erősítjük a gondviselésben való reményt,
ami felébreszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret bennünket és megszabadít a világ járványtól. Ennek a szeretetnek a jele az a nagybőti alamizsna is, amit összegyűjtünk. A szokásos módon az idén jubiláló alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományokat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagybőjben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a katolikus egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig. A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztünk, aminek minden állomása nehéz, mind testileg, mind lelkileg. Jézus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje, hogy ott állnak segítő emberek a vírusveszély keresztül útja mellett. Orvosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a Karitász munkatársai, és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapatához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szeretetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet. Ferenc pápa az idei nagybőti üzenetében így tanít bennünket. A bőjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint megtérésünk feltételei és kifejező eszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja a bőj, a megsemzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás, az alamizsna, és az atyával folytatott gyermeki párbeszéd, az ima, lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását. A nagybőjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten újjá teremt mindent. Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a bennünk élő remény indoklását kéri tőlünk. A szeretet nagybőtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus járvány miatt szenvednek, elhagyatottnak érzik magukat, vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő szolgájának mondott, ne félj, mert megváltottalak, szeretetünkkel bizalmat közvetítünk, és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket. Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomban valóban integrálni. Kedves testvérek! A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus megvalósulásának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jól lakatta.
A kenyér színében, az oltári szentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszer csomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak húsvét örömét. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük, és legalább 1 kiló adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családot tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitás segítő munkájába, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, és hívásonként 500 forinttal segítjük. 1% segítség, 100% szerepe. Kérjük, hogy aki teheti, adója 1%-ával is támogassa a katolikus Karitás karitatív szolgálatát, a Karitás támogató alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal a gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokban. Kert Budapest 2021. Nagybőjt 2. vasárnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Hogy vagyunk annyira őszinték, szerintem egymáshoz, hogy egy kis visszajelzést adjak. Figyeltelek titeket a körlevél felolvasására. Reakcióitokat. Nem kommentálni akarom ezt, de egy elmélkedést megér, hogy miért viszonyulunk így a főpásztor leveléhez. Ezt ti válaszoljátok meg magatoknak, és akkor visszatérnénk a színeváltozás jelenetéhez. Ugye ott álltunk fönt a hegyen. Ott volt a 3 apostol. És valami nagyon nagy öröm van bennük. Készítsünk 3 sátrat, egyet Illésnek, egyet Mózesnek és egyet neked, Uram. És most keljetek föl, erre a hegyre föl lehet menni. Nem csak a Mózes meg az Illés jogosult erről, hogy ott legyenek meg a Jézus Krisztus, meg ez a kiválasztott pár tanítványom, ti is följöhettek. Ez itt a nagy öröm hír a mai napon. Erre a hegyre föl lehet jönni, és időlegessé válik minden ilyen problematikus ügy, amiről hallottunk még azok is. De erre a hegyre naponta föl kell menni, hogy legalábbis a szándék meg legyen bennetek, hogy följöjjetek. Felelőtlen ígéretet teszek. 1 vagy 2 év valószínű az itt eltöltött időm, amíg itt is veletek vagyok, Albert falva Kelemvölgyben, de igyekezlek titeket, pontosabban veletek együtt tanulva fölmenni a hegyre. Ez nem prédikáció, és nem is elmélkedés, annál sokkal több. Ez naponta legalább 1/2 órát igénylő önáltatás. És igyekszem majd ennek kibontani az állomásait. Nekem megvolt ez a dolog korábban a tapasztalatomban, míg a jezsuitáknál dobogókön ízlelgettem ebből, szemlélődő imának hívják. Teljesen átadod magadat az Úrnak, nincsen kérdés, nincsen válasz. Az Úr örömének és biztonságos szeretetének a megtapasztalása van. És pont. És nincs holnap, és nincs ma, és nincs tegnap. Hanem valami olyan eszméletlen bizonyosság, ami örömmel szétveti az ember szívét és lényét, amiért sátrat akarnak építeni a hegy tetején. Ennyi az ízelítő, és majd várlak titeket, amikor már le tudunk ülni ima térben, ilyen módon együtt az Úr ölelőre. Amen.
Valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Így imádkozunk együtt testvérek, megismerve, pontosabban megszándékozva ismerni Isten határtalan szeretetét, és ezáltal indulunk igaz bűnbánatra. Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egyszülött fiadat, a világ üdvözítőjét. Kérjük téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy egyházad a nagybőjt idején bűnbánatban megújulva készült húsvét ünnepére. Kérjük téged, hallgass meg! Add, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében. Kérjük téged, hallgass meg! Add, hogy a Szent Mise áldozat kegyelméből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küzdő embertársaink. Kérjük téged, hallgass meg! Add, hogy végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, add meg a színről színre látás kegyelmét Máriának, Ambrusnak, Dodónak, György püspöknek. Kérjük téged, hallgass meg minket. Beteg Ferencet gyógyítsd meg. Kérjük téged, hallgass meg minket. Bazilikában szolgáló káplánoknak adj erőt nagy feladatukhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. És minket pedig indíts arra, hogy fel akarjunk menni a hegyre. Akarjuk látni a te dicsőségedet. Akarjuk látni a szeretetet bizonyosságát, amelyben minden megoszlás megszűnik, és amelyben minden semmiségé válik. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Atyánk, te egyszülött fiadat adtad ezért a világért. Segíts minket minden gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így nyerjük el a megváltás gyümölcsét. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket. És legyen kedves, színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, vétkeimtől pedig tisztíts meg engem. Így imádkozunk együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk szín előtt. Fogadj el az Úr, kezünk volt az áldozatot. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez az áldozat. Szentelje meg híveidnek testét és lelkét, hogy méltó módon ünnepelhessük húsvét nagy titkát, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta. A Szent Hegyen megmutatta nekik a dicsőség fényét. Így világossá tette számukra, amit a törvény és a próféták tanúsága régen hirdetett, hogy szenvedésre feltámadás örök fényessége vár. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a Földön mi is szüntelen magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek. És sokakért kivontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világban. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg Mária szolgálódról, Dodó szolgálódról, Ambrus szolgádról, György szolgádról, akiket már magadhoz hívtál ebből a világból. Add, hogy ők
akik titkos módon részesültek keresztségük által Szent Fiadnak a halálában. Részesüljenek Szent Fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen végét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljük. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, most nem tudlak téged itt a templomban magamhoz venni, de jöjj legalább lelki módon a szívemben. Add, hogy amikor magamhoz fogadtalak, minél több időt tölthessek veled, szemlélhessem a te akaratodat. Amen. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen.
Nem sokára körbejárnak a felsőjelző testvéreink, mostani adományaitokat a katolikus iskolák javára fogjuk majd elküldeni. Addig kicsit átírva imádkozom a bíboros úrnak az imáját. Mindenható Úrunk Istenünk, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodás törvényeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy a világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg is és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztusunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találtunk, átéljük, hogy végül is a te kezedben van az életünk. Hálát adunk neked, hogy a tudomány emberei megtalálták mostani járvány ellenszerét.
Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel minden gyorsabban eljutassák ezeket az eszközöket a rászorulóknak. Segítsd a betegség megelőzését, a leküzdését és a hatékony eszközök eljuttatását. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügyi munkatársainak erőt és áldást bátort helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget betegembertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add meg, hogy a hatalmak, gyógyszergyárak minél előbb biztosítsák ezeknek az anyagoknak zöggenőmentes gyártását és osszák meg anyagi haszontól függetlenül ezeket a jogosultságokat. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk! Összes magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk! Templomunknak fővédő szentje, Szent Mihály főangyal, könyörög érettünk! Csíksomlyói boldogságos szűzanya, betegek gyógyítója, könyörög érettünk! Atya szózata így hallatszott fönt a hegyen, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Dicsőséges testedet és véredet vettük magunkhoz. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, mert már itt a földön megadod nekünk mennyei ajándékaidat, aki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Most pedig olvasom nektek a hirdetéseket. Mostani belső adományaitokat a katolikus iskolák javára gyűjtöttük, tovább fogjuk küldeni. Hétfőn Szent Mónika közösség tart összejövetelt online módon 18.30-tól. Kedden apaklub lesz, este 8-tól, szintén online módon. Szerdán este 7-től katekumenek hittanya, szintén online módon. Pénteken első péntek van, ne feledkezzünk meg a szigorú böjti napról, engesztelésről. Házaspárok hittanya, este 8:30-tól online módon lesz. A linket megtaláljátok, a szükséges linket a honlapon és a szokott média felületeken. Szombaton délelőtt 10 órakor Ákos atya online minisztráns foglalkozása. Jövő hét vasárnaptól egy héten át, március 14-ig az idei völgyben is megtartjuk a tartós élelmiszergyűjtést. Erről hallottatok a körlevélben, Jézus szíve oltár elé fogjuk gyűjteni. Nagy örömünkre, hívek kezdeményezésére újra ötnapossá vált a szentségimádás. Minden hétköznap reggel 7:30-tól este 6-ig. Ki szeretne csatlakozni a lelkiőr szolgálathoz, szeretettel várjuk. Jelentkezni Riszterer Zsuzsinál lehet. Elérhetőségek kinn vannak a hirdető táblán. Mint hogy a mise szándékban is benne volt, elhunyt Schnell György püspök atya, még mondtam is nektek, hogy Gyuri papának hívtuk mi egymás között, papok, kispapok, Gyuri atya néven szerepel. Hálát adunk az ő életéért, szolgálatáért, kérünk, hogy imádkozzatok érte, és a két káflánél egyik Fehér Zolika, aki itt volt nálatok, tehát most ő lényegében a plébános, mert a Szent István Bazilikában nagy teher van rajta, másik Lőgergő, minden segítség el kell nekik, hogy helyt tudjanak állni. Közösségi ház felépítéséért ebben a hónapban is várjuk az ima felajánlásaitokat, imáitokat, ki van rakva hátul a papír. És amit ígértem a prédikációban, az folyamatosan kimondtuk majd. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védő szentjeitek közbenjárására, mind a magyar szentek és boldogok, meg annyi testvéreink védőszentje, boldogságos Szűzanya, Szent Ambrus, Assisi Szent Ferenc, Dodó testvérünknek védőszentje, Szent György, Meszlényi Szent Zoltán és Szent Gergely pápa közbenjárására is, de legfőképpen itt a templomunkban Szent Mihálynak a fő közbenjárására,
áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson, töltsön el titeket hittel, erővel, reménnyel, a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.